Nem csak polgármesterként, hanem baloldali önkormányzati közösség elnökeként adunk ki egy kétoldalas papírt, amelyben részben diagnózist adunk a jelenlegi önkormányzati rendszer működéséről, illetve fejlődés történetéről, másrészt pedig miben látjuk mi, hogy az önkormányzatok helyzete javuljon, ez kiáltás címet képvisel. Összegészében, ha lehet mondani valamit, akkor nem véletlen a cím sem, hogy pórázon tartott önkormányzatokról beszélhetünk, de lehetne más jelzőkkel is használni, hogy az önkormányzatok leépüléséről van szó, lehetne beszélni arról, hogy a közigazgatás árva gyerekei a önkormányzatok. Miért? Azért, mert 1990-ben 98%-os többséggel fogadta el az akkori parlament a önkormányzati törvényt, és ezt 2011-ben ezt a többséget nem sikerült megteremteni az önkormányzatoknak a helyzetének a átalakítása során. Folyamatos leépülésben voltak és vannak az önkormányzatok. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az alaptörvény nem tartalmazza az önkormányzáshoz való jogot. És ez az egyik legnagyobb probléma. Az Európai Önkormányzati Európai Karta az ajánlásként fogalmazza ezt. A kormány alattvalónak tekinti az önkormányzatokat, tehát a mai ünnep az nem alkalom az ünneplésre, hanem inkább alkalom arra, hogy az önkormányzatok működésével kapcsolatos gondjainkat elmondjuk. Három adatot hadd mondjak én ehhez. Az egyik, hogy a önkormányzatok működési kiadásai 1990-hez képest 2013-ra 11%-ról 4,7%-ra csökkent. A feladatok nem ilyen arányban változtak, tehát magyarul több feladat maradt ott, mint amennyi forrást elvontak, azaz több forrást vontak el, mint ami feladat ott maradt. Második ilyen adat, hogy 2012-höz képest a 90-es önkormányzati támogatás az 72,2% reál értéken. Ugye ez nem kell különösebben magyaráznom ezt az adatot. És a harmadik ilyen dolog, ami megint döbbenetes, és az önkormányzati szövetségek is ezt elismerik, hogy működési kiegészítő támogatási igényt ma 3177 önkormányzat közel 60%-a nyújtott be. Tehát, hogyha valakinek a rendszerben működő önkormányzatok 60%-ának működési kiadáshoz valamilyen támogatás szükséges, és aztán ezt valami pofa pénz alapján, vagy valamilyen alapján adják, akkor az azt mutatja, hogy a rendszerben nagy hiba van. Tehát amikor a 60% az önkormányzatoknak nem tud így működni. A túlzott centralizáció odáig vezetett és oda jutott, hogy a helyi társadalom kontrollja az jelentősen lecsökkent. Másrészt pedig azt, hogy ma már nem helyi közügy, és gondolják végig, a oktatáson belül az általános iskolai és a középiskolai oktatás, nem helyi közügy az egészségügynek egy szelete, mondjuk a szakorvosi ellátás, nem helyi közügy a gyermekvédelem, gondoljanak bele, hogy a gyámhivatalokat ugye a kormányhivatalokhoz mondták be, vagy ma már nem helyi közügy a szociális segélyezés, holott a mi felfogásunk és az én személyes felfogásom szerint is ezek mind olyan ügyek, amelyet helyben kell elintézni. És hát a változásokat követően, 2011-et követően az ügyek intézése nem lett sem gyorsabb, sem gazdaságosabb az elmúlt időszakban. Tehát a közösséget megfosztja attól a helyi energiától, attól az aktivitástól, amely a közösség tekintetében erőt ad egy helyi településen. Holott az elmúlt időszakban 20 esztendőben legalábbis bebizonyosodott az, hogy az önkormányzatok intézményrendszere az meghatározó volt a ország működésében, és a közigazgatásban is meghatározó az önkormányzatoknak a szerepe, és felelős vezetői voltak a településeknek a helyi önkormányzatok. Összegészében tehát mi azt mondjuk, legalábbis én személy szerint is, és a baloldali önkormányzati közösség, hogy 25 év az nagyon fontos, de ma a szeptember 30-a nem az ünneplésre, hanem a korrekcióra, korrigálásra volna alkalmas, és lehetne megtenni. Köszönöm szépen!
ma van a Magyar Népmese napja is. Hogy ennek mi köze van a Magyar Önkormányzatiság napjához, azt gondolom, hogy könnyen belátható. 2010-ben a Fidesz hatalomra kerülése után azt mondta, hogy megmenti a magyar önkormányzatiságot és a magyar településeket. És most az éppen a percekben folyó belügyminisztériumi ünnepségen is arról beszélnek, hogy milyen sikeres a Fidesz közigazgatás és önkormányzati politikája. Miközben semmi másról nem szólt, mint a helyi közösségek, települések, önkormányzatok jogfosztásáról és arról, hogy jelentősen csökkent az önkormányzatok által a lakosságnak nyújtott közszolgáltatások színvonala. Az elmúlt 25 évből, 20 éven keresztül, 90-től 2010-ig ezen a napon, szeptember 30-án polgármesterek, nagyvárosi, kerületi polgármesterek, kistelepülési polgármesterek együtt ünnepeltünk. Együtt ünnepeltünk, mert mindannyian azt gondoltuk, hogy az 1990-es rendszerváltás egyik legfontosabb vívmánya volt Magyarországon az európai szintű önkormányzati rendszernek a kiépítése. Ha megengedik, néhány mondat erejéig szeretném ezt a közös ünneplést visszaidézni. A Fidesz vezérszónoka 1990-ben az önkormányzati törvény 98%-os elfogadásakor nem más volt, mint Kövér László, aki így fogalmazott vezérszónokként a parlamenti vitában. Egységesen működő demokratikus társadalom csak ott képzelhető el, ahol semmi sem akadályozza az embereket abban, hogy maguk szervezzék meg közösségeiket, ha olyan önkormányzati rendszer alakul ki, mely korlátozza a központi hatalmat. Ez volt a Fidesz véleménye a rendszerváltáskor, 1990-kor, a magyar önkormányzati rendszer kiépítésekor is ezt fogalmazta meg az akkori vezérszónokuk Kövér László. Gondolom, hogy nem nehéz belátni, pont 180 fokot fordult a Fidesz álláspontja, és az elmúlt 5 évben nyíltan is vállalva más se tettek, mint az önkormányzatiságot, és az önkormányzatiságnak a központi hatalmat korlátozó lehetőségét korlátozták. De hogy még egy élő klasszikust idézzek, az elmúlt 20 évben, 90 és 2010 között, tehát 20 éven keresztül a Fidesz minden egyes kormánnyal szemben alapvető értékként próbálta védeni az önkormányzati rendszert. Tehát a másik élő klasszikus, akit szeretnék idézni, nem más, mint a Fidesz frakció vezetője Kósa Lajos, aki nagyvárosi polgármesterként 2005-ben egy szocialista kormányzás alatt a Fidesz vezérszónokaként szó szerint így fogalmazott szeptember 30-án. Ha egy kormány nem hajlandó figyelembe venni azt, hogy az önkormányzati rendszer, ami a legtöbb szolgáltatást biztosítja az állampolgároknak, végveszélyben van, hanem arról beszél, hogy minden rendben van, akkor ez a kormány alkalmatlan az ország, alkalmatlan az önkormányzati rendszer igazgatására. Azt gondolom, hogy Kósa Lajosnak most 2015. szeptember 30-án ugyanezeket a szavakat és ugyanazokat a mondatokat el kellene mondania, és úgy gondolom, hogy azzal is egyetértünk, hogy a véleménye az a kormány alkalmatlanságáról szólt, hiszen az önkormányzatiság leépítésével a szabadság, a demokrácia és az európaiság legfontosabb alapírjait építették le. Szeptember 30-án, tehát visszatérve a demokratikus alapérvekhez, a Magyar Szocialista Párt az önkormányzatiság érdekeinek megőrzése és a településen élők érdekének védelme érdekében követeli, hogy az alaptörvényben kerüljön rögzítésre újra alkotmányos alapjogként az önkormányzáshoz való jog. Ugyanis ez benne volt a demokratikus alkotmányban, a Fideszes alaptörvényben viszont törölték, tehát nem alapjog az önkormányzatisághoz való jog, de hát mondjuk a Fideszes alaptörvény egyéb állampolgári és emberi jogokkal is meglehetősen szűkmarkúan bánik. Mint ahogy követeljük azt is, hogy az alaptörvény újra mondja ki az önkormányzati vagyon önálló jellegét és garantálja a települések, a helyi közösség önálló gazdálkodását. Csak úgy szeretném jelezni, hogy a Fideszes sarkalatos törvények és az alaptörvény lényegében korlátlanul lehetővé teszi, hogy az állam elkobozza a helyi települések és az önkormányzatok vagyonát, és ezt még különösebben indokolni sem kell, vagy kellett, és ez nem csak egy elméleti kérdés. Amikor létrehozták például a teljesen fölösleges járási kormányhivatalokat, akkor az önkormányzatoktól koboztak el ingatlanokat. Követeljük továbbá, hogy azonnal vessen véget a kormány a helyi feladat és hatáskörök további államosításának. Ugye, ahogy Tóth József kollégám elmondta, immáron nem helyi közügy az általános és középfokú oktatás, és nem helyi közügy az egészségügyi szakellátás. Egyértelműen beláthatja mindenki, hogy az elmúlt években nem az történt, amit a Fidesz mondott, hogy az államosítással majd növekedni fog a színvonal, hanem egyre rosszabb állapotba kerültek az iskoláink, és a nemzetközi felmérések alapján a magyar oktatási rendszer teljesítménye és ugye a magyar diákok teljesítménye is jelentősen romlott, elég csak utalni a néhány nappal ezelőtt megjelent PISA jelentésre, amiben pontosan az utolsók vagyunk az Európai Unió
országai között. Követeljük továbbá, hogy a települési önkormányzatoknak továbbra is objektív, ha tetszik, normatív módon járjon állami támogatást. Az önkormányzati rendszer alapja 20 éven keresztül 2010-ig az volt, hogy kiszámítható, objektív, politikamentes, normatív alapon kaptak a feladataikhoz támogatást az önkormányzatok, ezt szüntettet meg a Fidesz kormány, és ha tetszik, szubjektív politikai pénzosztogatás van. Ez azt jelenti, hogy a kormány számára nem minden magyar állampolgár és nem minden magyar település egyenlő. Utaltam már rá, de határozottan is szeretnénk fogalmazni, követeljük az alapfokú és középfokú oktatási intézmények fenntartói jogának visszaadását az önkormányzatoknál, azoknál a kisebb településeknél, akiknek ez esetleg nem áll módjukba. Ott van szó, és ott lehet lehetőség állami fenntartásról, de a magyar önkormányzatok döntő többsége, nem csak a saját tapasztalat alapján, hanem minden felmérés alapján szeretne felelősen újra fenntartója lenni a településen működő általános és középiskoláknak. Követeljük továbbá, hogy a szociális ellátás és főleg szociális segélyezés kerüljön vissza az önkormányzatokhoz, mint bizonyára tudják, március 1-től teljes egészében szétverte a Fidesz kormány a korábbi szociális ellátó rendszert, kivonult ebből, és azt mondta, hogy települések oldja meg mindenki úgy, ahogy akarja, abból, amiből akarja. Egyértelműen látszik, hogy a kis települések jártak a legrosszabbul, mint ahogy az egész átszervezéssel, mert még egy nagyobb városban vagy egy budapesti kerületben, ahol van saját adóbevételi lehetőség, próbáltuk főleg szocialista városvezetőként pótolni a Fidesz által elvett szociális forrásokat. Ez Szeged esetében például, hogy egy helyi példát hagy mondjak otthonról, egy 400 millió forintos önálló bevételből származó szociális új alap felállításával tudtuk minden támogatást megadni, amit a Fidesz elvett. A kis településeken viszont nincs erre lehetőség, és Magyarországon az látszik, hogy minél kisebb egy település, annál nagyobb a szegénységben élőknek az aránya. Magyar lakosság 40%-a él létmű alatt, a kis településeknél ez a arány ez jóval magasabb, és pont onnan vonták el a segélyezés, a szociális támogatás forrásait és lehetőségét a kormányzati döntések. És követeljük, hogy adja vissza azt a forrást az önkormányzatok települések számára a kormány, amennyivel többet vett el, mint amit az adósságkonzolidáció jelentett, és az államosított feladatoknak az átvétele jelentett. Ez körülbelül 500 milliárd forint, tehát 500 milliárd forinttal vettek el többet, mint amennyit adósságszolgálat tehertől szabadultak meg az önkormányzatok az adósságok átvállalásával. Ez az 500 milliárd forintot pedig úgy lehet előteremteni, hogyha visszaadja a kormány azokat az önkormányzati bevételeket, amik korábban az önkormányzatokat illették meg, de államosították őket. Két ilyen bevételről van konkrétan szó. Az egyrészt a gépjárműadó, tehát a helyben fizetett gépjárműadó, ami korábban az önkormányzatoké volt, a kormány viszont ennek 60%-át államosította, ha ezt visszaadja, valamint az SZIA-ból nem többet, mint 30%-ot, tehát a helyben teremtődő SZIA 30%-ot újra odaadja a településeknek, ez a két tétel összességében az 500 milliárd forint az éves költségvetésben, akkor tudja kompenzálni azt a plusz elvonást, amit az elmúlt években megtett, és akkor helyre tud állni a települési önkormányzatok normális gazdálkodása. Arra készülünk, a szocialista párt, hogy a választások után kormányra kerülve ezeket az intézkedéseket meg fogjuk lépni. Abban hiszünk, hogy egy ország akkor működik jól, hogyha a lakosság az emberek számára a legfontosabb közszolgáltatásokat helyben szervezik meg. Az önkormányzatiság az nem a polgármesterek és a képviselők joga, az a helyi közösséget illeti meg, és azt tapasztaltuk, hogy az elmúlt években folyamatosan a magyar lakosság egyre nagyobb hányada és aránya értette meg, hogy a mindennapi életet megnehezítő döntések születtek azzal, hogy az önkormányzati jogokat a kormány folyamatosan megnyírbálta.